Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis update videó. Bejött végre ugye a Spectres of the Rail update. Ez ugye az egy nagy update-nak a második része már. Most megkapjuk a macskákat, megkapunk új marketet, kutyák össze-vissza mászkálhatnak, van egy új farmolási rendszer, és itt van ez. Mindenről fog jönni videó az első videóban viszont. Egy rövid kérés a klánon felé, kedves TNA tagok. Sok mindent kell most farmolni. A dojo-ba, a Tenno laborba találjátok meg az új ársvinget, új fegyvert és a kavat, vagyis a macskáknak az inkubátor szegmensét. Nagyon sok mindent már bele van pakolva, egy-két dolog hiányzik, megkérem mindenkit, akinek van egy kevés, az adja bele amennyit gondol, és álljunk neki és farmoljuk ki. 600 ember nagyon gyorsan meg tudja csinálni, úgyhogy hajrá srácok, szóval nagy klubban már sokat kell pakolni, de könnyen összejön, hogyha mindenki egy kicsit bele tud adni, ha megcsináljuk azt a nitén alertet, belerakjuk, stb. Stb. No, a dolog lényege a következő. A market hogyan működik? Ez a videó szóljon konkrétan a marketről, úgyhogy az új Warframe-ben az új market így működik. Ide jössz, remélem nem lesz ilyen kis server delay, ami volt az előbb. Ugye a legnagyobb kérdés, hol vannak a blueprintek? Például itt a fegyver, kiválasztod a fegyvert, rámész a fegyverre, és itt van egy fölül egy kis kreditjel, ezzel meg tudod vásárolni az új fegyvereket. Kreditér, nem platér, csak természetesen platról szól a világ, így aztán meg kellett csinálni, hogy több, inkább platéved meg, mint sem a blueprintet. Jól elrejtették, de ott van, logikusan van fölépítve a market. Warframe-eknél még én sem néztem utána, hogy megy, de screens, archink, helmet nem kell, armor sets, gondolom ez lesz a Warframe-ek. Igen, ugye nem ezek armor setek, ezek nem jó. Jó, van új, de jól néz ki. Ez most egy új armor set. Ez nem is olyan rossz. Meglátjuk. Most már felfedeztük, hogy van egy új armor is, jaj de jó. Rámegyünk, hogy home. Természetesen ahogy ugye itt a keresőbe beírjuk, hogy Excalibur, és akkor megvan itt az Excalibur, ugye. Itt van a blueprintje, rákattintasz, és megint csak ott van ugye a kreditér megvásárolható blueprintje. Nos, ez lenne az új market. Srácok, egy logikusan fölépített market, és nincs vele sok macera. A következő videóban beszélgetünk arról, hogy mit kell csinálni, ha farmolni kell, és hogy működik az új farmolási rendszer. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!